Zsiga Marcell. Ja, bocsánat. Ercsei Katalin. Képviselőasszony, az LMP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közigazgatási és igazságügyi miniszter úrnak. Transzparensen jártunk el az azeri ügyben, mondja Szijjártó, de mi az igazság? Címmel megadom a szót. Parancsoljon, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök helyettes úr. Egy e-mailt fogok önnek felolvasni, amit az iratbetekintés során kaptam az önök minisztériumában. A feladó Répási Róbert, címzett Zombor Ferenc, másodkap Hőszlipót. Tisztelt uraim, a kormány döntést hozott Szafarov ügyben, beszélnünk kell, csütörtökön bent leszek egész nap, aláírás Répási Róbert. Az e-mail dátuma 2011. január 26-a, a szerdai kormányülés után 23:54-kor írta ezt Répási államtitkár úr. Az iratbetekintés során azonnal megkérdeztem, hogy ez mi, ő nem tudott magyarázattal szolgálni, ezért most megkérdezem önt. Milyen magyarázatot tud arra mondani, hogy a kormány 2011. január 26-án vajon milyen döntést hozott, hogyha ennek semmi nyoma abban a kivonatban, amit az elnökkezetőről adnak, aki nem látott ilyet, annak elmondom, hogy ebben egy előterjesztés címe szerepel, az előterjesztő neve, és az, hogy a kormány elfogadta vagy nem. Erről nincsen semmi nyom. Mi az a magyarázat, amit tud adni arra, erre a megmagyarázhatatlan dologra, hogy 2011. január 26-án egy kormányülésen ezek szerint olyan fajta döntés születhetett, amiről aznap este sürgősen drámai hangú e-mailben kérte kollégái segítségét Répási Róbert. Mi történt ott? Mit értenek önök transzparens döntéshozatalon, hogyha ez az e-mail itt igazat mond, illetve mi történt azért ügyben, és nem gondolja-e úgy, hogy ez az a pont, amikor önnek végképp vissza kéne adni ezt a megbízatását, mert Magyarországot lejáratták ezzel az ügyel. Köszönöm szépen. A válaszra megadom a szót Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügy miniszterelnök helyettes úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök helyettes úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A transzparens eljárás azt jelenti, hogy ön például betekintetett az iratokba, és az összes iratot megnézhette. És amikor megnézte az összes iratot, akkor gondolom azt is észrevette, hogy a 2011. januárja után született iratok is mind amellett szólnak, hogy Szafarovot ne adjuk ki, nem lehet kiadni. Természetesen miután volt olyan szíves és egy sajtótájékoztatót is tartott, mielőtt ezt az azonnali kérdést föltette volna, tehát így tudtuk, hogy mit fog kérdezni. Megkérdeztem államtitkár urat, és úgy közösen arra jutottunk, hogy valószínűleg arról lehetett szó, amit egyébként korábban is elmondtunk már, hogy informálisan az azerieket minket is folyamatosan megkerestek. Informálisan, mint ahogyan a szocialista képviselőtársaink emlékezete szerint az előző kormányokat is folyamatosan keresték informálisan. Az ilyen informális megkereséseknél beszéltünk nyilvánvalóan kormányülés szünetében, hogy hogyan álljunk hozzá, annál is inkább, mert Európa tanácsi összejöveteleken előfordult az is, ahol Répási Róbert szokta képviselni a tárcát, hogy időnként azeriek megkérdezték őt is, hogy hogyan viszonyulunk ehhez, és ezért kormányálláspontot kértünk, ami elutasító volt, azért is elutasító volt, mert mint láthatta az iratbetekintés során, a további iratok is arról szóltak, egészen addig, amíg a formális megkeresés nem érkezett, hogy lehetőség szerint ne adjunk helyt a ítélet végrehajtás átadására irányuló kérelemnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, miniszterelnök helyettes úr. A viszontválaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Parancsoljon, képviselőasszony. Tisztelt miniszterelnök helyettes úr, a magyar nyelv szavai szerint az, hogy a kormány döntést hozott Szafarov ügyben, azt jelenti, hogy a kormány aznapi ülésén döntést hozott Szafarov ügyben. Ezt nem tudja ön cáfolni, ha csak nem tudja elmondani azt, hogy mi történt. Nem informális beszélgetésről szól ez az e-mail. Nem írt volna éjfélkor egy levelet két kollégájának az önállamtitkára, hogyha nem az lenne igaz, ami ide van írva. Ha nem az igaz, ami ide van írva, akkor szeretném, hogyha elmondaná, miért változott meg ez az álláspont. Valóban önök, az ön minisztérium sokáig még azt képviselte, hogy ne adják át, végül mégis átadták. Erről a döntésről nem tudnak számot adni, sem erről a döntésről, ha ez itt született, sem arról a döntésről, ami a spekulációk szerint
Azerbajdzsánban született Orbán Viktor, illetve Szijjártó Péter közreműködésével. Én a transzparenciát kérem önön számon, és azt, hogy Magyarország becsületét állítsák helyre azzal, hogy tisztázzák, hogy hogyan született ez a döntés, és mikor. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egy perces viszont válasz a miniszterelnök helyettes úré a szó, elnök úr, tisztelt képviselő asszony. Én transzparencia, én személy szerint transzparencia tárgyában, azon túl, hogy az ügyre vonatkozó összes iratot az ön rendelkezésére bocsátottam, még annyit tudok tenni, hogy a saját röntgenképemet odaadom. Ezen túl mást nem tudok tenni. Annyit viszont mondhatok, hogy önnel ellentétben én ott voltam a kormányülésen. Tehát pontosan tudom, hogy az, ami ott akkor volt, az valószínűleg egy informális megkeresésre adott válasz lehetett. Amikor formális megkeresés érkezett, akkor erre vonatkozóan formális döntés született, ezt pedig már többször megtárgyaltuk itt a parlamentben. Köszönöm szépen a figyelmet!